A minap ünnepeltük az első holdra szállás 55. évfordulóját, hihetetlen teljesítmény volt ez a názától, felejthetetlen emlék az emberiség történetében. De ahogy ez ilyenkor lenni szokott, szokás szerint megszaporodnak a holdra szállást tagadó kommentek a komment szekcióban. Erre szeretnék reagálni ebben a videóban. Kemény lesz, Bart Siebrel, holdra tagadó, Joe Rogennél járt nemrég, és nála is kalapozott az elméletével állítólagos bizonyítékaival. Ebben a videóban nem a szokásos. Hol vannak a csillagok? Mozog a zászló? Meg kitakarja a képen lévő hajszál keresztet a hold felszíne? Az árnyékok lebuktatják a hamis holdraszállást, Meg ehhez hasonló, szinte unalomig elemzett kérdésekkel, kijelentésekkel foglalkozunk. Ehelyett Bart legfontosabb, szerinte álláspontja sziklaszilád alapját jelentő kijelentéseivel fogunk foglalkozni. Ehhez pedig Dave meg videóját használjuk, továbbá megkerestem nektek a NASA archívumából a releváns videókat, hogy nektek ne kelljen. Ezeket a linkeket a videó leírásában megtaláljátok, a videónk megtekintés után érdemes elbogarászni velük, csodálatos és legfőképpen eredeti, valódi felvételek ezek. Lássuk talán az első és legfontosabb állítását, mely szerint az Apollo 11 soha nem hagyta el az alacsony földkörüli pályát, és ezt felvételekkel tudja bizonyítani. Sosem hagyták el az alacsony földkörüli pályát, és a Föld méretét azzal manipulálták, hogy a kamerát messzebb mozgatták az ablaktól, hogy kisebbnek tűnjön a Föld, és az ablakkerettel takarták ki a teljes Földet hogy azt a látszatot keltsék, a földtől nagyon távol vannak, a föld pedig egészen picike. Fotósként ez az érvelés számomra teljesen felfoghatatlan. De akkor lássuk, hogy mi a valóság. Ehhez a NASA archívumából előkerestem a lehető legjobb felvételeket. Az első link kapcsolódik ehhez a részhez, a leírásban megtaláljátok. Nos, ha valaha láttál már élő vagy utólag rögzített felvételt az ISS-ről, esetleg bármelyik élő közvetítésünket emberes vagy teherőrhajók érkezéséről, dokolásáról, akkor a viszonylag gyorsan mozgó földfelszín és felhők teljesen megszokott látvány lehet számodra. Ezzel szemben, ha megnézzük az eredeti 31 perc időtartamú felvételt, a következőt látjuk. Bázoldrin a Földet a kamerával, az ablakhoz egészen közel filmezi, hogy könnyen tudjon a kamerával rázumolni, és hogy a lehető legjobb legyen a látvány a szabad szemmel természetesen, nem észrevehető módon lassan távolodó bolygónkra. Mondjuk ha egy repülőút során az ablakon szeretnénk kifelé videózni, ezt honnan könnyebb megtenni az ablak mellől, vagy az ablaktól távol? A válasz talán egyértelmű. Ahogy Bázoldrin Aldrin kizumol a kamerával, a Föld úgy ugorodik, nem. Nem azért, mert hátrál a kabinban báz, ami egyébként hamarosan meg is történik, hanem mert báz az objektívet tekergeti, ezzel pedig optikailag kisebb nagyítást applikál, használ a fényképezőgépen. Azt hiszem, ehhez talán még fotósnak sem kell lenni, hogy megértsük. Majd az eredeti felvételen a földi irányítás megkéri a kameramant, Buzz hogy menjen a kabin túloldalára, majd nyissa ki a kamera rekeszít annyira, hogy látszódjon a kabin belseje amikor hátrál az ablaktól látszik, hogy a föld néha kimegy a képből és eltakarja az ablakkeret. Súlytalanságban tuti nem könnyű mutatvány úgy hátrálni az ablaktól, hogy közben egy kis méretű ablakon keresztül továbbra is mutassuk a földet. Aztán ahogy kinyitja a kamerarekeszt, az apertúrát, előtűnik a kabin belseje plusz Mike Collins, és a két addig egészen kellemesen látható fényforrás túlexponálódik, ami nem más, mint a kabin két ablaka. Később láthatjuk Neil Armstrongot és Mike Collins-t is. Majd a felvétel végén, körülbelül 26 perc után ismét a földet látjuk, ezzel ér véget a 31 perces videó. Ha a felvétel elején és végén látott földet összehasonlítjuk, elsőre teljesen ugyanolyannak tűnik, viszont jobban megnézve a felhők kicsit arrébb Ez egyáltalán nem véletlen, hiszen a föld forog a saját tengelye körül. Ha alacsony föld körüli pályán készült volna a felvétel, akkor egy harmad keringést meg kellett volna tegyenek a föld körül, ezért a föld teljesen más részét kellene lássák 26 perc után. Egy korábbi, Apollo 9 EVA vagy űrsét a során rögzített felvétel nagyon jól megmutatja, hogyan kellene kinézzen a föld alacsony föld körüli pályán, ha egy kis ablakon keresztül videóznánk. A felszín sokkal gyorsabban kellene mozogjon, hiszen itt nem a föld forgását érzékeljük, hanem az űrhajó mozog ennyire gyorsan, több mint 27 ezer km per órás sebességgel alacsony föld pályán, és emiatt minden 90 percben megkerüli egyszer a bolygót, egy nap alatt 16 alkalommal. Tényleg elég bármilyen az ISS-en készült felvételt megnézni, azonnal látható miről beszélek. Ha a kis ablakon keresztül manipulálnák ezt a látványt azzal, hogy távolabbról báz akkor valami ilyesmit kellene lássunk. De nem ezt a látványt kapjuk, hanem ezt. Most akkor mindenki döntse el, úgy néz ki, vagy sem, hát szerintem marhára nem. Arról nem is beszélve, hogy Bártnak halvány lila fogalma sincs a fotózásról attól, hogy egy 3x4 méteres kabinban az ablaktól a kabin másik oldalára helyezed a kamerát, egy picivel sem lesz kisebb a föld a felvételen, még alacsony föld pályán, 400 kilométerrel a föld felszíntől sem, nemhogy 10 vagy 100 ezer kilométer távolságból. És még ha úgy trükköznének, hogy az ablakkeret, ami egyébként nagyon nem kör alakú, bizonyos kitakarással fals látszatot keltsen, a felszín mozgását képtelenek lennének replikálni egyszerre épül ez az egész érvelés tudatlanságra, megalapozatlanságra és ignoranciára. Az eredeti jó minőségű korai Apollo küldetések során készített felvételek linkeit a leírásban megtaláljátok, tényleg kérek mindenkit nézegesse őket, mert csodálatosak. Hogyan lehetne ilyen minőségű, hamis felvételeket készíteni az 1960-as évek végi filmtechnológia alkalmazásával? Álljon itt példaként Stanley Kubrick űrodüsszeája. A mai napig zseniális alkotás minden szempontból. A 60-as évek végén rendelkezésre álló legjobb filmtechnikát vetették be a filmben. Kubrick 1966. júniusa és 1968. márciusa között ideje nagy részét annak szánta, hogy a rögzítség a filmben látható 205 speciális látványefektet, hogy 1968. márciusára elkészüljön a premier előtti verzió és áprilisban a nagy közönség is láthassa a filmet. Bárhogyan is nézzük, összesen hasonlítható a film látványvilága az Apollo 11 felvételeivel, hogy a későbbi küldetések során már modernebb kamerákkal készített felvételeket ne is említsük. Nézzük csak meg a részleteket. A hold felszínét, a parancsnoki modulon tükröződő hold felszínt, és még sorolhatnánk a sok-sok apró részletet. Egyszerűen ilyen szintű felvételeket Műteremben nem voltak képesek készíteni a 60-as évek végén. Pont. Ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy az eredeti Apollo 11 felvételek linkét, Megtaláljátok a videó leírásában, kérek mindenkit, hogy nézze meg őket, nagyon érdekes felvételek. <laughs> hát is tulajdonképpen itt véget érhetne ez a videó. A Bart féle teljes nonsens, amit a Joe Rogan adásában előad, abszolút hazugságokra és félinformációkra épül. Az ok, amiért tovább megyünk Dave Kigen videója alapján Bart hazugságaival az, hogy szeretném, ha látnátok, mennyire elkerülendő bármi, amit Bart szíbről neve fémjelez. Főleg azért, mert egy hazug ember. A Van Allen sugárzási öv a föld feletti, elektromosan töltött részecskéket tartalmazó dupla réteg. A Földet körülvevő két vastag gyűrű elektromosan töltött részecskéket tartalmaz, amiket a napszél hatása hoz létre. Fontos, hogy ennek hatására minden űrbéli eszköz fel legyen készítve, mely az öv közelébe vagy azon keresztül halad. Persze nem ideális áthaladni ezen a régión, de nem is olyan halálos, mint azt sokan állítják. Természetesen az Apollo küldetések során sem a legveszélyesebb régión haladtak keresztül, hanem a pálya miatt a Van Allen öv gyengébb régióin, ahol szignifikánsan kisebb dózis érte az űrhajósokat. Poláris vagy ahhoz közeli pályán teljesen képesek lennének elkerülni a Van Allen övet, szimplán üzemanyag kérdése az egész. Ugyanis ez egy öv, ahogy a neve is sugalja, nem pedig egy teljes bolygót lefedő réteg. Ezért az alakja egy fánkhoz hasonlít leginkább, alul és felül teljesen nyitott és sugárzásmentes. A föld forgásából adódó lendületet szerették volna kiaknázni az Apollo indítások során is, ugyanis minél közelebb indítunk az egyenlítőhöz, annál nagyobb segítséget ad az űrhajónak a föld forgása. Ugyanakkor, minél közelebb az egyenlítőhöz tartal a rakita, annál inkább áthaladunk a Van Ellenöv veszélyesebb régióin tehát az Apollo küldetések során kompromisszumos megoldást használtak, kihasználták a földforgást is, de a gyengébb régiókon való áthaladással csökkentették a sugárdózis mennyiségét. Bart természetesen ezen a területen is megvillantja zseniális hozzáértését, ugyanis véleménye szerint semmilyen űreszközt nem lehet poláris pályára állítani. Mert ez csak az északi és a déli sarkokról lenne kizárólag lehetséges. A hideg miatt viszont ez szerinte lehetetlen. Hát ezzel az állításával teljesen beviszi a nézőt, és még gyórogent is a málnásba. Hiszen a Vandenberg űrhaderőbázisról rendszeresen indulnak küldetések poláris pályára, mi is közvetítjük alkalmanként ezeket itt a Space Junkie csatornán. És a Vandenberg indítóközpont tudomásom szerint legalábbis Kaliforniában van, nem pedig a pólus vidékeken. De persze nem Vandenberg az egyedüli helyszín, ahonnan ez sikerülhet, Bajkon is indítottak már poláris pályára műholdakat. Az internet korábban kizártnak tartom, hogy ne tudnának utána nézni. Inkább tudom elhinni, hogy szánt szándékkal elkerüli ezeket az információkat, mivel hogy alapból húznák ki a talajt az állításai alól. A videó második felében megvizsgáljuk az Apollo egy tragédiáját is. Előtte hadd köszönjem meg, hogy kitartóan nézitek ezt a videót. Ha tetszik, amit csinálunk, mindenképpen dobj egy lájkot, like iratkozz fel a csatornára, támogass minket azzal, hogy Cool Space Junkie cuccokat veszel, csatornatag leszel, vagy meghívsz minket egy kávéra a Patreonon. És mielőtt az Apollo egy tragédiájával foglalkoznánk, nézzük meg, valójában tesztelték-e a holdkompot az Apollo 11 küldetés előtt, Bart vajon ebben igazat mond-e kivételesen? Bart elmondása alapján 6 héttel indítás előtt történt Neil Armstrong híres balesete az LLRV tesztjárművel. Állítása szerint a holdkompot alig tesztelték éles körülmények között, akkor hogyan voltak képesek első neki futásra leszállni vele a holdon? Lássuk akkor. Az LLRV egy tesztjármű volt, mely a holdkompával való repülést szimulálta, ezzel gyakoroltak az Apollo űrhajósok. Ugyanis a holdkomp egyhatott gravitációban landolásra volt tervezve, így sok más mellett emiatt sem használhatták azt valódi tesztrepülésre itt a Földön. És pontosan ez az oka, amiért az LLRV jármű elkészült. Mivel minden esemény szigorúan dokumentálva volt, az internet világában, ma mindössze pár percnyi keresés eredménye kideríteni, hogy mikor történt az ominózus Armstrong baleset. Hát nem 6 héttel indulás előtt, helyette egészen pontosan egy év, két hónap és tíz nappal az Apollo 11 indítása előtt, 1968. május 6-án. És nem mellesleg ez volt Armstrong 21. LLRV tesztrepülése, 20 sikeres tesztrepülés után történt a baleset. Valóban nem tesztelték magát a holdkompot élesben az Apollo 11 küldetés előtt. Természetesen ez is teljes ökörség. Az Apollo 9 vitt már magával holdkompot, amit alacsony földköröli pályán teszteltek. Ez azt jelenti, hogy összekapcsolódtak vele, kivontatták a harmadik fokozatból, majd átszálltak a holdkomba és tesztelték a parancsnoki modultól való eltávolodást, majd az új Sőt, tovább megyek, az Apollo 10 küldetés során elmentek a holdig, az Apollo 11 küldetés teljes szimulációját lefolytatták azzal a különbséggel, hogy megszakították a holdkon való ereszkedést félúton, és végül nem szálltak le a holdon. Tehát teljes hazugság azt állítani, hogy ne lett volna előzetesen tesztelve a holdkomp és a teljes rendszer. Az Apollo 7, 8, 9 és 10 küldetésekről szintén a videó leírásában találtok linket, aki érdeklődik a téma iránt, azoknak igazi csemege lesz. A szkeptikusoknak meg igazi rémálom. Talán mind közül ez a legundorítóbb állítása, ugyanis Bart szerint az Apollo egy tragédiája szándékos volt és megrendezett. Állítása szerint Gus Grissom, az Apollo egy parancsnoka annyira nem bízott az űrhajóban, hogy szervezett egy nyilvános sajtótájékoztatót, egy citromot akasztott rá, ezzel jelezve, hogy a jármű nem más, mint egy adag lócitrom. Persze angolú citromnak, egy nagyrakás kavasnak titulálta, a fordítás részemről elég szabatos. Bart szerint a felesége azt mondta, a CIA átkutatta a lakásokat, majd később egyszerűen el akarták tenni gázt lábalól. A valóság az, hogy Gus Grissom valóban fel akarta hívni a figyelmet arra, hogy az űrhajó dizájnjával nagyon sok gond van, sajnos a későbbi tragédia végül kellően rá is világított erre. Walter Cunningham tartalékos szerint Gus mindig is határozottan kinyilvánította nem tetszését az űrhajó technikai problémáival szemben, és szerintesen volt az Apollo egy biztonsági szempontból olyan állapotban, amilyenben kellett volna legyen az első repülés előtt. Az Apollo 1 történtek után került arra a fejlesztési pályára az Apollo program, ami végül a sikert jelentette a későbbi küldetések abszolválásában, talán kivéve az Apollo 13-at, ami kis hiány szintén tragédiába torkolott. És igen, valóban készült olyan fotó, amin egy ruhafogason látható egy citrom, de ez valószínűleg a szimulátorra van felakasztva, mivel a kör alakú ablak hiányzik az ajtóról, ami az Apollo egy ajtaján rajta volt, a szimulátoron viszont nem. Másrészt nincs semmilyen hivatalos feljegyzés, semmilyen Gus Grissom által tartott hivatalos sajtótájékoztatóról. Oké, vizsgáljuk meg állítólagosan, hogyan tervezték Gus Grissomot eltenni lábalól. Nos, mi a legegyszerűbb módja ennek? Bart szerint élve elégetni őt és a másik két űrhajóst, ezzel nagyjából 18 hónapra visszavetni az amúgy is késésekkel tűzdelt Apollo programot, ezzel pedig azt megkockáztatva, hogy a hideg háború kellős közepén a szovjetek a holdra szállásban is megelőzik az Egyesült Államokat, mint ahogy előtte az az elén minden másban. És Bart szerint direkt használtak 100%-os oxigént a kabinban, valamint előző nap megváltoztatták a kabin ajtót kifelé nyithatóról befelé nyithatóra. Szépen vegyük akkor sorra Dave videója alapján, mi is igaz ebből. A feljegyzések szerint tiszta oxigént használtak a Mercury és Gemini küldetések során is bármiféle gond nélkül. De miért is lehetett alkalmasabb a tiszta oxigént tartalmazó belső atmoszféra a földön szokványos nitrogén-oxigén összetételtől? Hát főleg azért, mert az űrhajó így nem kellett magával vigyen extra nitrogéntartályokat, ezzel csökkentve az űrhajó tömegét, ami az űrutazás hajnalán nagyon is fontos tényező volt valamint így a belső nyomás 5 PSI volt, a nitrogén oxigént is tartalmazó 14 PSI nyomással szemben. És mi van az ajtóval? Bart szerint azért fordították meg az ajtónyilást, hogy ezzel biztosra menjenek, Tuti nem jönnek ki elbe a kabinból, ugyanis 10-15 percet vett igénybe, mire a befelé nyíló ajtók nyithatóvá váltak. Ez épészel teljesen felfoghatatlan feltételezés. Valójában az történt, hogy két ajtó volt a kabin oldalán a külső kifelé nyílt, a belső pedig befelé. A befelé nyíló ajtó mögött egyszerű logika volt. A belső nyomás miatt ugyanis lehetetlen volt, hogy véletlenül kinyíljon az ajtó, ezzel biztosítva a belső nyomást, elkerülve a hirtelen nyomásvesztés lehetőségét. Ez totál hülye megoldás, igaz? Nos, ha ültél már repülőn, talán láthattad, hogyan nyílnak az ajtajai. Először befelé mozdul, és majd csak ezután képesek valójában kifelé nyitni azt. Nem véletlenül. Ugyanezen logika mentén született a repülők ajtajának ötlete, hogy a nagy magasságban még véletlenül se lehessen kinyitni őket, akarva vagy akaratlanul. Hogy pont előtte nap változtatták meg az ajtó nyitásának irányát, hát ez egy újabb génius ötlet Bartól. Eleve egy ilyen ajtómechanizmust nem egy napba, még csak nem is egy hétbe telik áttervezni és átszerelni valamint a bárféle feltételezés szerint akkor két nappal előtte még kifelé nyílt mindkét ajtó. A két kifelé nyíló ajtón hogyan közlekedtek volna az űrhajósok? Ha mindkettő kifelé nyílik, akkor eleve nem lett volna szükség két ajtóra. De alapból gondoljuk már át egy picit, az űrhajósok vészhelyzet esetén nem lettek volna így képesek elhagyni az űrhajót mindaddig, amíg valaki kívülről ki nem nyitja a második ajtót. Tegyél egymás mellé két bejárati ajtót a házadra. Talán kicsit bonyolult lenne kijönni, anélkül, hogy valaki kinyitne a második ajtót, nem? És akkor ez a Bart féle logika, mely szerint halára ítélték az Apollo egy személyzetét, hogy pokoli körülmények között veszítsék életüket, ez nagyjából megmutatja, milyen ember is Barcibra. Az Apollo 11 küldetés 55. évfordulója persze ismét előhozta az emberek részéből a szakértőt, Elég csak a saját Space ki felületeink komment szekciójában szétnézni, az embernek egy kicsit, hát, elmegy a kedve az élettől. Többek között ezért készült ez a videó is, szeretnénk segíteni, eszközt adni azok kezébe, akik úgy érzik szélmalomharcot vívnak a skeptikusokkal szemben. Persze, ha valaki nem tények, ha nem mondjuk meggyőződés alapján ítéli meg a világot, azzal nagyon nincs mit tenni. De hisszük, hogy az emberek nagy többsége egyszerűen csak szeretne tisztán látni és megérteni, mi valóság, mi az igazság. Ha tetszett ez a videónk is, semmiféleképpen ne felejtsen lájkot dobni, feliratkozni a csatornára, és természetesen szállj be is a közönségi finanszírozásunkba. Valamit nézd meg ennek a két videónak valamelyikét. Az egyikben a Hunor program magyar kutató űrhajósai jártak Nyiregy názán, és felvettük a kerekasztal beszélgetést, a másikban pedig megnézzük, hogy a Náza hazudik-e nekünk. Mi pedig szokás szerint találkozunk a következő videóban, addig is a tolóerő legyen veletek. Hajrá Team Space! Hajrá Space Junkie!